Fejlődő fehérgyarmati régió, nehéz évet tud maga mögött, de büszke a térségben elért eredményekre, Tilki Attila országgyűlési képviselő. Segítség Záhonyban, az elmúlt év első felében több tízezer bajba jutott kapott ellátást és ideiglenes szállást a határmenti városban. Sikeres sóstói fürdőszezon, a nyári vendégszám 60 ezerrel volt több, mint amire számítottak, így decemberre már több mint 440 ezer látogatót regisztráltak. Határmenti szolgálat, uniós és kormányzati források folyamatos pályázása és fejlesztések, ezek jellemezték Tilki Attila, a megye 4-es számú választókerületi képviselőjének elmúlt évét. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Tilki Attila az áprilisi választásokon az ország második legnagyobb arányú győzelmét érte el a Fidesz-KDNP jelöltjeként. A képviselő azt mondta, egy nehéz évet tud maga mögött, de büszke a térségben elért eredményekre. Záhonyban, Lónyán, Barabáson, Beregsurányban és Tiszabecsen segítik az orosz-ukrán háború elől menekülőket, akik Ukrajna felől ezen az öt határponton tudnak belépni Magyarországra. Tilki Attila kezdettől fogva testközelből figyelte a határmenti történéseket, valamint egyeztetett az érintett polgármesterekkel, hiszen valamennyi település az általa képviselt 4-es számú választókerülethez tartozik. Büszke vagyok, hogy olyan polgármesterek, olyan települési képviselőtestületi tagok, akár olyan önkéntes helyi emberek vannak, akik oroszlán részt vállaltak abban, hogy az adott településre érkező nyomást megfelelő módon tudják kezelni. Aztán majd áprilisban jött a választás, szerencsére sikeresen szerepeltünk, büszke vagyok arra, hogy egy közös összefogással az országban a második legjobb eredményt tudtuk elérni. A képviselő az elmúlt év eredményei közül kiemelte az elnyert Európai Uniós forrásokat jelentő topos pályázatokat, valamint a magyar falu beruházásokat. Elég sok településen sikerült közösségi teret, orvosi rendelőt, utat, óvodai játékot és egyéb magyar faluban érintett fejlesztéseket létrehozni, és itt ne felejtkezzünk el a falusi kisboltokról sem, hiszen több település kisboltja megújult, és most egy újabb pályázati lehetőséggel az ársapka miatt a 2000 lélekszám alatti települések újból pályázhatnak állami támogatásokra. De a térségemben fő kérdés a infrastruktúra fejlesztés, ugye Lázár János személyében új minisztere van ennek a területnek, három fontos útszakasz, ami meghatározhatja a térség gazdaság fejlesztését is, az pedig az M49-es folytatása. Itt egész jól állunk, itt állunk a legjobban. Tilki Attila úgy látja, ha minden jól halad, akkor az M49-es folytatását érintő kivitelezési munka jövő tavasszal indulhat el. Emellett az M3-as útfejlesztése is tervben van. M3-as most Perényi-Tanyánál véget ér. Itt egy északi irányba menne tovább kétszer négysávos gyorsforgalmi úton egészen Záhonyig. Ez a felső-szabolcsi részt tehermentesíteni. Itt ugye, itt is egész jól állunk. Ehhez kapcsolódóan tervezzük azt, hogy megvalósítjuk a Lónya és Tiszamogyoros közötti útfejlesztést is. De a harmadik közlekedési irány az természetesen az M3-as folytatása a határig, pontosabban Bereg-Darócig. Itt az érintett települések, ahol közlekedési csomópontok lesznek, ott már a folyamatos egyeztetés zajlik a tervezőkkel, és természetesen ezek mellett jogos társadalmi igényként így is nevezzük, merült fel az, hogy olcsó és olcsó apáti között egy a kompot kiváltóan egy híd legyen, ennek a tervezése is elkezdődött. A képviselő hozzátette, a Kisari híd tervezése is megvalósult, és abban bíznak, hogy költségvetési forrást is tudnak majd hozzárendelni. Tilki Attila azt mondta, a jövőbeli pályázatok kiemelt célja a térség közintézményeinek energetikai korszerűsítése lesz.
Most pedig folytatjuk az évvégi összeállításunkat. November bővelkedett fejlesztésekben, például átadták a nyírbogáti agrárlogisztikai központot, de Beszterecen is bővült egy agrárökológiai családi vállalkozás. Ebben a hónapban adták át az idei megyei prímadíjakat, és játszott nagy sikerű koncerten Boros Misi. Agrárlogisztikai központ épült Nyírbogáton. A november elején átadott létesítményben a térségben megtermelt terményeket tárolják és válogatják. Kiemelt jelentősége van a helyben termelt élelmiszernek, amely nem csak egészséges, de mivel nem 1000 kilométerről kell ide szállítani, még a környezetet is védi. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az átadón azt mondta, Nyírbogáton jól hasznosulnak az uniós források. A mezőgazdasági termelésre épülő logisztikai központ, amely egy lépéssel ismét feljebb viszi a térség ellátottságát, és a környezettel való kapcsolattartásban is a központi szerep kivívását, Nyírbogát jövőjét is jelenti. De mindannyian tudjuk, hogy a jelen és a jövő csak akkor tud megvalósulni és tovább épülni, hogyha nem elégszünk meg a jelenben már elért eredményekkel, éppen ezért mindig tovább is kell lépni. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy Nyírbogát ebben is rendkívül tudatos, stratégiai gondolkodású emberek által vezetett összetartó közösség. Éppen ezért, amikor büszkén hivatkozunk arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamai közül az egyik legsikeresebb az Európai Uniós források felhasználása tekintetében, hiszen míg az Európai Uniós átlag alig haladja meg a 71%-os hasznosulást, addig Magyarországon rendre 80% fölött végzünk, és az idei évben is nagyon úgy néz ki, hogy meg fogjuk haladni a 80%-ot, hiszen már most, még amikor 2 hónap hátra van az évből, már 80%-os teljesülésnél vagyunk, akkor büszkén mutathatunk Nyírbogátra is, mint példaként, mint referenciapontként. Nyírbátorba látogatott a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete november első napjaiban. Guillermo Vázquez Moreno a történelmi épületek mellett a város egyik legnagyobb gyárát, az Unilevert is megtekintette. Máté Antal polgármester azt mondta, a jövőben kulturális és gazdasági területen is jó esély mutatkozik az együttműködésre Nyírbátor és a karibi ország között. Nyírbátorban az elmúlt 10 évben nagyon sok nagykövet ellátogatott, én ezt egy fontos dolognak tartom, bár elsőre adott esetben egy városlakó gondolhatja, hogy ez csak egy protokollális találkozás, de az ilyen beszélgetések mindig nagyon sok lehetőséget tartogatnak, akár kulturális, akár gazdasági, akár turisztikai együttműködés vonatkozásában, és a mai nap során is a különböző helyszíneken, a különböző egyeztetéseken több esetben felmerült esetleges jövőben együttműködés. Nagyon színes kulturális élete van Kubának, és nagyon színes kulturális élete van a városnak. Itt biztos, hogy fogunk találni kapcsolódási pontot, de az Unilever gyárlátogatás kapcsán még gazdasági lehetőségek, új piacok tekintetében is van lehetőség. Miután a nagykövetség együttműködik a külgazdasági minisztériummal, akár még ebből is kialakulhatnak olyan gazdasági előnyök, ami nem csak az ország, hanem akár a város számára is fontos lehet. Novemberben derült ki, hogy Tiszadobon dolgozik az év házi orvosa. Dr. Szerényi Nikolett a megelőzésben és az egészségmegőrzésben kidolgozott módszereiért kapta a magas elismerést. A házi orvos azt vallja, hogy a betegségeket elsősorban megelőzni kell, amihez már a gyermekkorban kezdődő egészségnevelés, valamint megfelelő szűrővizsgálatok szükségesek. Az, hogy a betegek úgy gondolják, hogy csak akkor kell orvoshoz jönni, amikor betegek, ez ugye ez olyan szempontból rossz, hogy pont a prevenció az, ami nagyon fontos, hiszen itt korai stádiumban szeretnénk betegségeket kiszűrni, ezáltal korai stádiumban kezelni ezeket a betegeket. Sőt, van olyan betegünk, akik korai stádiumú kezelést kaptak, és ezáltal nem alakult ki, vagy nem alakultak ki a szövődmények, sőt, meg is szűnt a betegség. És ezért ez egy nagyon rossz koncepció, hogy csak akkor keresik fel a rendelőt, kvázi bennünket, hogyha betegek. Mi azt szeretnénk, hogyha a prevencióban vennének részt. De 2019-ben volt egy nagyobb szabású prevenciós akciónk, akkor nagyon sokan jöttek el. Európai szinten is egyedülálló talajvédelmi termékek előállítását teszi lehetővé az a fejlesztés, amelyet Beszterecen adtak át november második hetében. Mint egy 1,5 milliárd forintos beruházással olyan lomtrágyát tud előállítani egy ott működő családi vállalkozás, amely az uniós agrárökológiai programnak is megfelel. Az új beszteleci üzemből kikerülő növénykondicionálók akár az idejéhez hasonló aszály esetén is javítani tudják a növények túlélési esélyeit. Az átadón
Feldman Zsolt államtitkár úgy fogalmazott, az itt kidolgozott módszer igazi magyar innováció. Itt ma egy olyan üzemben vagyunk, egy olyan üzem átadásán, ami ezt a uniós szinten elvárt, a gazdálkodási érdekekkel összhangban lévő elváráshoz szükséges inputanyagot tudja a magyar piacon is adott esetben más uniós ország, vagy más piacokon is kiszolgálni. Parki sétányt alakította ki a Kálvária Park területén Rakamazon. A beruházást 10 millió forinttal támogatták a vidékfejlesztési programból. Az önkormányzat pedig több mint 8 millió forintnyi önerőt tett hozzá. A novemberi átadó ünnepségen a 2022-ben született rakamazi gyerekek tiszteletére életfát is ültettek. A Kálvária Parkban 2019-ben az önkormányzat önerős beruházásból egy játszóteret épített. Ennek több mint 10 millió forint értéke, új játszótéri eszközöket helyeztük el, és ezt a játszóteret a gyermekek használták. De most ehhez kapcsolódóan álmodtuk meg ezt a továbbfejlesztését, és itt már a felnőttek által is használható, tehát a felnőtteknek a szabadidő hasznos eltöltésére, illetőleg sportolásra is alkalmas, tehát futásra is alkalmas sétányt, illetőleg parki sétányt alakítottunk ki. Hát bízunk benne, hogy nem csak az idegenforgalom rendül fel, hanem az itt lakóknak a szabadidejének a hasznos eltöltéséhez is hozzájárultunk, amellett, hogy a települési környezet is szépült. Indiai orszarvú bébi született a Nyíregyházi állatparkban. A csöpség november 4-én közel 50 kg-os súllyal jött világra. Az indiai orszarvú végveszélyben lévő faj, ezért tenyészprogram keretében is szaporítják őket. A mak egészséges bikaborjú születése hatalmas szakmai siker az állatpark számára. Az egyik rekorder az emlősök között, hiszen 16 hónapnyi vemhesség után születik egy kis orszarvú. Ő kb. Olyan 40-50 kg-os testsúllyal született, és mindig rizikós, hogyha egy anyaállatnak ez az első borja utódja, de Aruna, a 11 éves Berlinből érkezett állatunk, mint anya, folyamatosan figyeli a kicsinyét, és nagyon jól gondoskodik róla. A virtuózóban csaknem egy évtizeddel ezelőtt feltűnt Boros Misi, a zongora hercege lépett fel Nyíregyházán a Philharmonia Magyarország hangversenysorozat november végi koncertjén. Az idei szezonban még különböző projektek lesznek, szólókoncertek, zenekarokhoz is van felkérésem, illetve egy-két nagyobb produkcióban is majd hát benne leszek, úgyhogy változatos, és igen, számomra ez jó, mert az én egyéniségem is, én azt hiszem, hogy több oldalú, tehát az, hogy nem csak szóló koncerten, hanem egyéb területeken, akár balettáncosokkal is élő produkcióban jelen legyek, ilyen is lesz majd, meg volt is már, az különleges és hozzám közel áll. A Junior Prima Díjas ifjú tehetség Chopin és Brahms műveivel kápráztatta el a közönséget. A bezárások ellenére majdnem sikerült teljesíteni a tervet, nyilatkozta a Sóstó Gyógyfürdők ZRT igazgatója. Podlovics Lajos azt mondta, a nyári vendégszám 60 ezerrel volt több, mint amire számítottak, így decemberre már több mint 440 ezer látogatót regisztráltak. Ennek ellenére az energiaárak növekedése miatt a Júlia fürdő és a Hotel fürdőházat bezárták, de az Aquarius élményfürdő jelenleg is üzemel, és január 9-ig biztosan látogatható. Január 10-től viszont megkezdődnek a fürdőbb karbantartási munkálatai, amelyek várhatóan február 3-áig tartanak majd. Most még nyitott kapukkal és karácsonyi dekorációkkal várják a látogatókat az Aquarius élményfürdőben, ahol a gyógyvizes medencében hétköznap délelőtt is sokan pihenik ki a hétköznapokat, vagy vesznek részt gyógykezeléseken. Nyíregyházán jelenleg ez az egyetlen fürdő üzemel, amely egész évben a Sóstó egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Podlovics Lajos vezérigazgató azt mondta, bár a Covid miatt eleve felkészültek a forgalom visszaesésére, a nyári látogatottság várakozáson felül alakult. Nagyon nehéz volt tervezni az idei évet, de a nyári vendégszámunkat azt körülbelül egy olyan 60-70 ezer fővel tudtuk meghaladni, ami egy kifejezetten impozáns és jó szám. Így majdnem 200 ezer vendéget fogadtunk, egyébként 460 ezer vendéget terveztünk vállalati szinten erre az évre. Most
olyan 441-442 ezer vendégnél járunk teljes vállalati szinten, ami azt jelenti, hogy a tervet majdnem fogjuk tudni hozni. Annak ellenére, hogy októberben ugye az energiaválság, amikor begyűrűzött, ezt már ugye a jeleit lehetett látni, a Júlia fürdőt és a Hotel fürdőházat be kellett, hogy zárjuk, és ennek ellenére majdnem terv közeli teljesítés lesz, nem fogjuk szerintem teljesen elérni, de tekintve, hogy két egységünket bezártuk, ez azt gondolom, hogy egy jó mérőszem. Podlovics Lajos úgy látja, a bezárt egységek vendégkörét többnyire át tudta venni az élményfürdő, illetve a közelben lévő szálláshelyekről is sokan választják napközben az Aquarius szolgáltatásait. Ettől függetlenül a vezérigazgató szerint január 9-e után el kell kezdeniük a karbantartási munkálatokat. Ezt nem csak a jogszabályi kötelezettség indokolja, de a megemelkedett rezsiárak is. A következő év az nyilván egy nagyon-nagyon nehéz év lesz. Január 9-től be fogunk zárni, karbantartás miatt tervezünk bezárni, és hogyha az energiaárak úgy maradnak, hogy pillanatnyilag vannak, ami azt jelenti, hogy mondjuk az augusztusban, szeptemberben várható árakhoz képest azért mind a gáz, mind a villamosenergia ára alacsonyabban van. Most kicsit emelkedni látszik napjainkban, ezekben a napokban, de bízunk benne, hogy talán nem fog olyan mértékben emelkedni, ami lehetetlenné tenni a működésünket. És akkor ez azt fogja eredményezni, hogy január 9-től február 3-ig az élményfürdő egy nagyobb karbantartás miatt bezár, és január elején fogunk a tulajdonossal majd döntést hozni közösen az akkori árak ismeretében, hogy február 3-tól akkor tudunk-e tovább működni. De ha esetleg nem is tudunk, akkor is csak március végéig leszünk zárva, és áprilistól újra nyit majd a fürdő, de én nagyon bízom benne, hogy a február 3-at meg tudjuk majd célozni. A vezérigazgató kiemelte, hogy a Covid időszak alatt a Nyíregyházára érkező külföldi turisták száma 10% alá esett vissza, de ezt 2022-ben sikerült visszatornázni 30%-ra. Ez még mindig 10%-kal kevesebb a Covid előtti időszak arányaihoz képest, amikor a belföldi turisták adták a látogatók 60%-át, a külföldiek pedig a maradék 40%-ot. Podlovics Lajos úgy fogalmazott, az orosz-ukrán háború miatt jelentősen csökkent az ukrán vendégek létszáma. Emellett a vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a nyíregyházi önkormányzat továbbra is segíti a nyíregyházi lakosok kedvezményes áron történő belépését a fürdő területére, illetve a nagy népszerűségre való tekintettel a jövőben bővíteni szeretnék a szauna szolgáltatásaikat. Hatalmas feladatot jelentett Záhony önkormányzata számára az Ukrajnából érkező menekültek ellátása a háború kitörését követően. Az elmúlt év első felében több tízezer bajba jutott kapott ellátást és ideiglenes szállást a határmenti városban. A település az energiaválságot is hatékonyan kezeli, amiben nagy szerepe volt egy másfél évvel ezelőtt megvalósított komplex energetikai fejlesztésnek. Záhonyban hamarosan megújulhat az óvoda, emellett új sportcsarnokot és idősek otthonát is szeretnének építeni 2023-ban. Hatalmas menekültáradat lépte át az ukrán-magyar határt a háború február 24-i kirobbanását követően. Záhonyba már az első napon megérkezett az első csoport, az azt követő hetekben pedig több tízezer Kárpátaljáról és Ukrajna belső részeiből érkező bajba jutott ellátását szervezték meg. Helmeci László, a város polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, az önkormányzat nagyon gyorsan reagált a kialakult helyzetre, így egy menekült sem maradt segítség nélkül. Február 24-én délben már megjelent az első csoport, aki menekült Ukrajnából. Akkor egy hirtelen válságstábban létrehoztunk egy átmeneti szállást a akkori művödési házban, és azon az estén már több mint 100 ember aludt nálunk Záhonyban. Körülbelül 4 napig működött a művödési házban ez az átmeneti szállás. A legtöbb ember, amikor ott aludt, az 300 ember volt, és aztán, mikor közbelépett már a állami katasztrófavédelem, akkor kerültünk át a helyi középiskolába, ahol online oktatásba álltak át. Azt hiszem, hogy húsvét utáni időszakban kezdtük el egy következő helyen ezt a menekült ellátást. Záhonyban egyelőre egyetlen önkormányzat által üzemeltetett intézményt sem kellett bezárni az energiaválság ellenére sem. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy tavaly egy komplex energetikai fejlesztést valósítottak meg,
amely érinti a városházát, az óvodát, a zeneiskolát, az uszodát, a művelődési házat, a sporttelepet és az orvosi rendelőt is. Az előző ciklusból két olyan beruházásunk is van, ami nagy mértékű volt és a városnak nagyon nagy hasznot hozott. Ez a művelődési háznak a felújítása az a zöldváros keretében, és volt egy energetikai beruházásunk, ami igazán akkor még annyira nem láttuk, hogy ekkora értéke lesz, de a mai energiaáraknál ez egy nagyon előnyös pályázat számunkra. 7 intézményünkben tudtunk napelemet és talajszondásfűtést kialakítani. Nem mondható, hogy teljesen nulla, de azért kb. A negyedére csökkentek a költségek, a fűtési és a elektromos költségeink, ami a mai gazdasági helyzetben ez nagyon nagy haszon a városnak. A polgármester a következő év fejlesztéseivel kapcsolatban elmondta, az önkormányzatnak már elnyert pályázata van az óvoda felújítására, ez több mint 350 millió forintból valósulhat meg. A városvezetés szeretne pályázni sportcsarnok építésére, és egy új idősek otthona megvalósítása is a tervek között szerepel. A megyei első osztályú tabella 5. helyén tölti a téli szünetet a Nyíregyháza Spartacus 2. csapata. A Tudja Dávid által irányított együttes 9 győzelem mellett 3 döntetlent játszott, és 3-szor szenvedett vereséget. A 2021-22-es idény bajnokaként vágott neki az új szezonnak a Spari 2. csapata. A Tudja Dávid által irányított együttes egy vereséggel és egy döntetlennel indította a bajnokságot, az első sikerre a 3. fordulóig kellett várnia. A folytatásban aztán jöttek a győzelmek, amelyből végül 9-et gyűjtött be a Spari 2. Az edző szerint az eredmények mellett fontos, hogy a játékosok fejlődjenek és lássák maguk előtt az előrelépés lehetőségét. A tavalyi bajnoki címek szerzése után azért a fiatal játékosaink után nagy volt az érdeklődés, többen is ugye magasabb osztályba tudtak eligazolni, elég ha csak a Szabó Bálintot nevezem meg, ugye Újpestre tudott elkerülni, azóta hál' Istennek stabil játék lehetőséget kapott, aztán a Pataki Bence folyamatosan az NB2-es csapatunkban rendszeres játék lehetőséget kap, és az NB3-ban is azért több játékosunk, ugye tegyük itt a Stankó Dávid, a Szondi Levente, a Sógor Csaba, illetve Panyi Attila azok, akik távoztak. Ők is hál' Istennek a fiatal szabály adta lehetőséggel tudnak élni, rendszeres játék lehetőséghez jutnak. Nyilván nekünk nagy feladat volt a nyáron, ugye ezeket a játékosokat pótolni kellett. Úgy gondolom, hogy helyek közel sikerült is. Saját utánpótlásunkból emeltünk fel az ő helyükre a játékosokat, és azon vagyunk a továbbiakban is, hogy az ő fejlődésüket ne törjük meg, és minél hamarabb be tudjanak mutatkozni esetleg a mi felnőtt csapatunkba. Mint tudja, Dávid elmondta, az elmúlt bajnokság meglepetés csapatára ősszel már jobban készültek az ellenfelek. Talán egy picivel nagyobb figyelmet kapott a tartalék csapat, mint a tavalyi bajnokságban. Ugye berobbantunk a megye 2-ből, úgyhogy nem is bajnokként jutottunk fel, hanem egy felkérés által. Nyilván, ha csak a pontokat nézzük, akkor nem tudtunk annyi pontot gyűjteni, mint a tavalyi bajnokságban a féltávnál, de úgy gondolom, hogy vannak olyan játékelemek, amiben tudtunk előrelépni, illetve a játékosok is egyénileg is tudtak fejlődni. Nyilván vannak azok a taktikai elemek, illetve vannak azok a játékfázisok, amivel én sem vagyok elégedett, ezeket mindenféleképpen szeretnénk kijavítani a tavaszra. A megyei első osztály tabellájának élmezőnye meglehetősen sűrű, 6 csapat ellépett a többiektől. Köztük van a Spari 2 is. Én úgy gondolom, hogy tavaly sokkal kiegyensúlyozottabb volt a bajnokság, tehát sokkal több olyan mérkőzés volt, ahol a csapatok körbeverték egymást. Most ahogy kirajzolódik, tehát talán van egy olyan 5-6 csapat, aki meglépett a mezőnytől. A többieket nem megbántva, ott nagyon nagy csodának kellene történnie, hogy meglepetés eredmények alakuljanak, úgyhogy ez az 5 csapat lesz az, aki az egymás elleni mérkőzéseken fogja majd eldönteni, hogy a tabella hogyan fog kinézni a szezon végén. A Spari 2 játékosai január 4-én kezdik el a közös edzéseket, de egyéni edzéstel alapján már a két ünnep között hangolnak a folytatásra a fiatal futballisták. Önök december 30-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap, azaz szombaton este az év utolsó napján a hét híreinek összefoglalójával, vagyis a krónikával jelentkezünk. Addig is várjon Önöket weboldalunk, ha szeretnék az elhangzott tudósításokat újra megtekinteni. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!